Köszöntöm Önöket innen a Kápolnásnyéki Halászkastélyból. Milyen kihívásokkal áll szemben a 21. század múzeuma, illetve milyen szemléletváltozásokra van szükség? Erről tartottak itt konferenciát, és erről lesz szó az Esti Mérlegben is. Tartsanak velünk! A nemzeti örökség részét képező múzeum nem csak őriz, hanem kultúrát is teremt és újra teremt. Fontos kiegészítője lehet az oktatás nevelésnek. Krucsainé Herter Anikó tartotta a nyitó előadást a konferencián. Az EMMI kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára egyfajta történeti áttekintést adott a múzeumokról, melyeknek a szerepe az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott. Új kihívásoknak kell megfeleljenek ezek a telek. Most már látogatóközpontokkal egészülnek ki a múzeumaink. Az új fejlesztések során különös tekintettel vannak a fejlesztők és a tervezők arra, hogy a digitalizált világot behozzuk, és kicsit közelebb hozzuk a látogatókat a digitális világhoz. Digitalizáción keresztül már otthonunkból tudunk egy körsétát tenni egy múzeumba, de természetesen ez nem pótolja a természetes látogatást, a műtárgyakkal való találkozást. Magyarországon jelenleg amely múzeum erre alkalmas, tehát hogy a mai kor követelményeinek megfelel, az körülbelül mekkora arány jelenleg? Én azt gondolom, hogy minden múzeum törekszik arra, hogy a mai kornak megfeleljen. A legszebb példa a Szépművészeti Múzeum. Nem tudom, hogy önök látták-e már, a látogatók biztosan tapasztalták már azt az óriási LED falat, amivel várja a látogatókat a Szépművészeti Múzeum, de minden múzeum törekszik arra, hogy a mai kornak megfeleljen, és a digitalizált világot egy kicsit közelebb hozza a látogatókhoz. Egy-két példát akár vidéki múzeumok esetéből is tudnánk elhozni, hogy az, hogyha digitalizált múzeumról beszélünk, akkor gyakorlatban miről beszélünk? Tehát bemegy a látogató ebbe a látogatói térbe, a múzeumba, és akkor mi az, ami hát idézőjelesen kellőt fogadja ott? Például a Debreceni Déri Múzeumban a kiállított tárgyaknál QR-kóddal vannak a leírások feltüntetve. Tehát igazából egy okostelefonnal csak odalépünk az kiállított tárgy elé, és már láthatjuk a történetét és a műalkotás eredetét. Tehát egy QR-kódos leolvasó rendszert már szerintem valamennyi múzeum alkalmaz. A mai konferencián sok előadás arról is fog szólni, hogy kifejezetten a fiatalokhoz, hogy szóljanak ezek a múzeumok. Ezzel kapcsolatban milyen elképzelései vannak a kormánynak? Én azt gondolom, hogy a fiatalok megszólítása nagyon fontos. Ugye minden fiatal okostelefonnal jár a kezében, és ez a digitális világ ma már mindent átsző, minden egyes terünket, életünk minden egyes mozzanatában ott van, és a fiatalokat a digitális világon keresztül lehet megszólítani és megközelíteni. Én azt gondolom, hogy így lehet bevonzani őket egy múzeumban, hogyha egy digitalizált élménnyel is gazdagítjuk a kiállítást. Az elmúlt években a fiataloknak, a múzeumlátogató fiataloknak a száma, nem tudom, hogy erre van-e adat, ez nő, csökkent, stagnál, hogy áll most jelen pillanatban? Általában a látogató szám növekszik, ebből jelentős mértékben a fiatalok száma is gyarapszik. Pontos számadatot most önnek nem tudok mondani, annyit szeretnék azonban elmondani, hogy a Múzeumok Éjszakája, ami egy nagyon sikeres program, és ott a fiatalok is nagyon nagy részben aktívan részt vesznek, ott 1,4 millió látogatóval volt magasabb a 2019-es látogatószám, mint a 2018-as. Kifejezetten ilyen fejlesztésekre, amik mondjuk a fiataloknak szólnak, vagy digitális múzeumokról szólnak, ezekre a következő időszakban lesznek elhívható keretek? Akár vidéki múzeumoknak, akár pesti múzeumoknak, akár itt ott. Ilyen központi keret nincs jelen pillanatban, nem is tervezzük ennek a keretnek a létrehozását. Sajnos szűkösek a költségvetési források, amelyek miatt nem lehet ilyen külön keretet létrehozni, de valamennyi múzeumunk a saját keretéből fordít erre a nagyon fontos célkitűzés megvalósítására. A változásokra most már jó ideje, csak struktúrás átalakításokat próbálunk reagálni. Erről már Elsimon László beszélt a Kárpát-medencei Népfőiskola Alapítvány szervezte tanácskozáson. Mint az előadásában a képviselő kifejtette, a digitális múzeumra és virtuális terekre is szükség van a 21. század múzeumaiban. Ugyanakkor az alapvető szemléletformálásra kell inkább helyezni a hangsúlyt. Olyan múzeumpedagógiai módszerek kidolgozására, amellyel ifjú és idősebb egyaránt elérhető, megszólíthatóvá és bevonhatóvá válik. Ez az országgyűlési képviselő szerint sokkal inkább az ötleteken, mintsem a pénzen múlik. Változóban van a kultúra közvetítésének a módja, a csatornái. Az a virtuális világ, amely körülvesz bennünket, és amely nélkül ma már nem tudunk létezni.
az nagyon komoly kihívásokra állítja a múzeumi világot is. Gyakorlatilag a valóságos közösségi terekből, a valóságos múzeumi terekből egyre inkább lépnek át elsősorban a fiatalok a virtuális terekbe. És az a nagy kérdés, hogy mit kezd ezzel a szituációval a múzeum? Szükség van-e abban az értelemben 100 év múlva is múzeumra, mint ahogyan most működnek a múzeumok? Miképpen reagálunk a csökkenő látogató számokra? Milyen olyan eszközöket tudunk felhasználni a múzeumok újra pozícionálásában, amely eszközök egyébként nem mondanak ellent az alapfeladataiknak, azaz a gyűjtemény gyarapításnak, a gyűjtemény tudományos föltárásának és bemutatásának? Hát ezek a nagy kérdések szerintem, amelyekre mindenképpen válaszolni kell, mivel valamit kezdenünk kell. Egyébként annak tudatában, hogy maga a múzeumi világ nem olyan régi, tehát nem egy idős az emberiséggel, mint egyébként maga a kultúra vagy a művészet, hanem egy újkori fejlemény. Hát 300 évvel ezelőtt nem voltak múzeumok, és az emberek nem jártak múzeumba. 19. század második felében, a nagyiporosítás időszakában, amikor 6 napos munkahét volt, és az emberek dolgoztak 11-12 órát, nyilvánvalóan nem jártak múzeumba, bár már voltak múzeumok. Tehát ez egy folyamatosan változó rendszer, de most azt hiszem, hogy a megszületése óta az első igazán nagy kihívással kell szembenézni, és valamilyen módon helyes választ adnia. Ha virtuális térről beszélünk, vagy digitális múzeumról beszélünk, akkor a gyakorlatban egy-két példát tudnánk említeni, hogy konkrétan miről beszélünk. Tehát belép az ember a múzeumba, mivel találkozik? A kérdésében benne van a kudarc lehetősége. Mert nem biztos, hogy az a helyes irány, hogy a múzeumi szakma virtuális múzeumokat kezd el készíteni, illetve hogy a klasszikus múzeumi térben a klasszikus műtárgyakat kiszorítják a virtuális eszközök. Azért nem kell múzeumba menni. Egy VR szemüveget, vagy egy okostelefont, vagy egy táblagépet odahaza is lehet ugyanolyan módon használni, mint a múzeumban. Nem ez a megoldás. Ez csábítónak tűnik, és sokan ezzel az eszközzel élnek, de valójában ezzel nem jutunk előrébb, legfeljebb csak annyiban, hogy bizonyos technikai eszközök, amelyek drágák, azok nem hozzáférhetőek mindenkinek, a múzeumban viszont mindenki használhatja, de mégsem ez az út. Ezt más helyeken kell megcsinálni, mert vannak speciális múzeumok, amelyek a tudomány és a technika fejlődésének a legújabb eredményét mutatják be, ott ezeknek helyük van. Na de egy festménynek a csodálatát, egy középkori fegyvernek a kézbevételét, semmilyen módon nem tudja kiváltani a VR szemüveg vagy a tablet. Egy képet nézni a valóságban, egy szobrot körbejárni, az nem ugyanaz, mint virtuális szemüvegben körbeforogni a szobában. Tehát miközben ezeknek az eszközöknek a fontosságát én vallom, sőt, nagyon is technika hívő vagyok, és nagyon is használom ezeket az eszközöket, aközben azt gondolom, hogy nem az az út, hogy ezek az eszközök leváltják a klasszikus múzeumi tárgyakat, hanem az az út, hogy olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokat hozunk létre, olyan új kiállításokat rendezünk be, olyan módon hozzuk közelebb a műtárgyakat, kiszabadítjuk őket a vitrinekből, és felhozzuk őket a pincékből, meg a raktárokból, ami élményszerűbbé teszi a múzeumot, közelebb hozza a gyerekekhez a múzeumot. Ez az egyedüli út, nincs más lehetőség, vagy különben a klasszikus értelemben vett múzeumnak megpecsételődik a sorsa. Ilyen jó példákra Magyarországon tudnánk példát mondani, teszem azt mondjuk innen a környékről, ahol ezek a múzeumpedagógiai foglalkozások sikerrel működnek. Sokfele próbálkoznak múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, és vannak nagyon jó kísérletek. Én például a Székesfehérvári Játékmúzeumnak a kiállítását említeném, ami már egy új kiállítás, és ott van azért sok jó program szólítja meg a gyerekeket. Mi itt a Kápolnáci Halászkastélyban is azzal foglalkozunk, és azzal próbálkozunk, hogy minél jobban megszólítsuk az ifjúságot. Nagyon fontos persze az is, hogy ezek a programok ne csak azt a célt szolgálják, hogy növeljük a látogató számot és a jegybevételt, hanem ténylegesen a múzeumba járást életformává tegyék. Tudok olyan múzeumot mondani, most nem akarom megnevezni a fővárosban, ahol nagyszerű programokat szerveznek szinte minden hétvégén, és belépőjegyet vesznek, és az a múzeumi statisztikában megjelenik. Na de ők a múzeum auláján túl, meg a rendezvénytermén túl nem jutnak. A kiállítást nem nézik meg. Tehát ez így valójában csak azt a célt szolgálja, hogy a múzeum a saját létjogosultságát a bevételen és a látogatószámon keresztül igazolja vissza.
de szakmai értelemben semmiképpen sem megoldás. Egy kicsit átlépünk az országhatáron, és akkor Európára nézünk rá, ott ezekre a kihívásokra, a csökkenő látogatószám egyebekre, hiszen nyilván ott is jelen vannak, hogy próbálnak reagálni. Sok új múzeum épült az elmúlt évtizedekben Európában. Ezek mind abban a szellemben jöttek létre, hogy a klasszikus feladatokat fölvállalják továbbra is, tehát amiről már beszéltünk, hogy gyűjtemény gyarapítás, gyűjtemény feltárás, tudományos földolgozás, és a gyűjteményeknek a kiállítása, népszerűsítése. De ugyanakkor az installációk, a kísérőprogramok, a múzeumnak a berendezése, a szolgáltatások, azok mind új irányt mutatnak. Tehát az elképzelhetetlen ma Európában egy korszerű múzeumban, hogy ne legyen múzeumshop, vagy hogy magában a múzeumi térben, amikor az ember belép, akkor a 70-es évek elején kiadott rossz minőségű nyomtatott múzeumi füzeteket lehessen megvásárolni, mint ami Magyarországon számos helyen tapasztalható. Az elképzelhetetlen, hogy egyébként egy nagy múzeumban legyen 4 vagy 5 múzeumshop, hogy adott esetben egy-egy kiállítási részlethez vagy részlekhez, egy-egy műtárcsoporthoz kapcsolódóan ne lehessen műtárgymásolatokat vásárolni. Tehát ez ma már elengedhetetlen. Az elképzelhetetlen, hogy ne legyen egy jó kávézó, ami visszavárja az embereket, egy árt kávézó akkor is, amikor éppen nem akarják megnézni a kiállítást. Hogy ne legyen egy jó étterem. Tehát ezek mind-mind olyan programok és lehetőségek, amelyek komplexé teszik a múzeumi élményt. Ezeket a múzeumokat, ugye, ha már Magyarországgal párhuzamba vettük Európát, hogy lehetne fejleszteni itt Magyarországon? Ugye most itt helyettes államtitkár asszonytól kérdeztem, hogy azt mondta, hogy a következő időszakban nem valószínű, hogy lesznek lehívható keretek ilyen jellegű fejlesztésre. Tehát akkor miből tudnának fejlődni ezek a múzeumok? Ez részben pénzkérdése csak. Sokkal inkább szemlélet kérdése. Hát itt kevés pénzből is nagy csodát lehet csinálni, és lehet növelni a látogatószámot. Éppen az a baj, hogy mindenki úgy várja a csoda megtörténtét, hogy a fenntartó meg az állam adjon még több pénzt. Ráadásul ezzel akarják ellensúlyozni a csökkenő bevételeket, hiszen egyre kevesebben mennek be a múzeumokba. Ez nem szerencsés. Tehát jó szemlélettel, jó kiállítások rendezésével lehet változtatni. Van erre példa Magyarországon, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum 0 forint a fenntartói támogatása. A szegedi önkormányzat egyetlen forinttal se járul hozzá a Szegedi Múzeum működéséhez. Az egyik nagy megyei múzeumról beszélünk. És mégis működik, mert tud fogasott igazgató olyan kiállításokat rendezni, ami több ezer embert bevonzanak, több tízezer embert. Ja, és egyébként nem kell szégyenkezni amiatt, hogy ezek közül némely népszerű, látványos kiállítás. Mert amikor én is elmentem valamilyen kiállítást megnézni náluk, akkor már nem hagytam ki a szegedi papucs iparosság történetét feldolgozó kiállítást sem. És ahogyan én nem hagytam ki, úgy más se hagyta ki. Vannak olyan emberek, akik egy ilyen népszerű kiállításért mennek be életükbe először a múzeumban, de akkor már megnéznek mást is, és lehet, hogy vissza fognak térni. Tehát sok-sok eszköz van, amivel lehet élni úgy, hogy egyébként az anyagi lehetőségeink valószínűleg szűkösebbek, mint Nyugat-Európa számos országában. Leginkább szemléletváltozásra van szükség. És aztán ezen túl kell még forrás. És azt gondolom, hogy ha van jó és friss és modern szemlélet, akkor lesz hozzá partnerség a kormányzatban is. Ezt a kultúrságazat más területén látjuk, hogy azok, akik képesek voltak a kormányzat számára hitelesen felmutatni, hogy ő beléjük érdemes pénzt fektetni, azokban fektetett a kormányzat pénzt. Én szerintem most jelen pillanatban nagyon nagy várakozás van a politika oldaláról, hogy igenis, legyen kivel együttműködni, legyen kivel együtt gondolkodni. És szerintem most, amikor majd a sportinfrastruktúra fejlesztése vidéken egy nagy-nagy fázison lesz túl, akkor neki lehet állni azon gondolkozni, hogy hogyan építsünk új és korszerű múzeumokat, meg hogyan korszerűsítsük a meglevőket. Ennyi volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!